Drága magyar fiatalok, ahogy a dal is mondja, Jóska levelet hozott a posta, meghozták a küldeményt, kicsit furcsa állapotban érkezett, ilyen szakadozottan, de csak a külseje szakadozott, a belseje, megmutatom. Gyerekeim mondták, hogy apa, te is csinálsz ilyen unboxing videót? Teljesen be voltak izgulva. Hát igen, annyi, hogy a itt a tetején a csomagnak a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazgatóságának határozata fogad, ami azt jelenti, hogy ebben a csomagban már előttem is jártak. Egy szép levél a YouTube-tól, Susan Wojcicki YouTube főigazgatótól egy szerelmes levél, hogy emlékszem az első feliratkozómra, az ezredikre, és hogy gratulálnak, mert megvan a 100 000 feliratkozó. Ezúton köszönöm mindenkinek, aki velünk van. Itt szeretném elmondani, hogy a egyéb közösségi médiumokban, például a Facebookon már bőséggel több, mint talán 220 vagy 230 ezer követőnk van. Ha ez a YouTube-on lenne, vagy ez átváltható lenne YouTube-ra, az lenne a legizgalmasabb. Na kérem, így néz ki a díj, rettenetesen szép díj. Itt nézzük meg. Presented to Ákos for passing 100,000 subscribers YouTube! Na ez a nem semmi, öcsém, ott láthassátok magatokat, ha jobban belenéztek tükrös felület. Szóval nagyon büszke vagyok, és ugye a gyerekeimnek is tetszik ez külön élmény, mert ők már sok-sok ilyen 100 000-es unboxingot láttak nyilván nyugati meg amerikai youtuberektől. Recognize your team. Share the recognition by allowing your team to purchase a personalized creator award. Ja, hogy a csapat további tagjai, mármint Juhász Viktor operatőr barátom pénzért vehet egy ugyanilyen díjat magának. Erről értesítenek, nagyon cukik. Kérem, igen, Rick vizsgálta át a csomagot Amerikában, amikor becsomagolták. Nagyon büszke vagyok, és köszönöm szépen ezt a fantasztikus díjat, ezt kizárólag azoknak köszönhetem, akik feliratkoztak a csatornánkra. Nagyon boldog vagyok, rengeteg tartalmat gyártunk, rengeteg izgalmas, szép és minőségi anyag van nálunk. Kicsit megdöbbent, de ugyanakkor persze megértésekkel fordulnunk afelé is, hogy vannak, akik egyszer telefonnal videózzák magukat mondjuk Majorkára kiköltözés közben, és nekik sokkal nagyobb a nézettségük, mint ilyen precízen összeállított anyagoknál, de talán ez így is van rendjén. Éljenek a nézők, iratkozzanak fel minél többen, köszönöm!